Újra életbe lépett az idősek vásárlási sávja az élelmiszerüzletekben, patikákban és drogériákban. Mostantól hétköznapokon 9 és 11, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak ezekben az üzletekben. Az első nap tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbben megértik és elfogadják a szabályt. Az intézkedés betartását egyébként a boltok figyelik, de ha valaki a felszólítás ellenére sem tartja be a szabályt, akkor rendőrt hívhatnak. Csak idősek voltak délelőtt ebben a budapesti patikában. Hétköznap délelőtt 9 és 11 óra között ugyanis már csak a 65 év felettiek léphetnek be, és csak őket szolgálhatják ki. A gyógyszertár vezetője azt mondta, semmilyen fennakadást nem okozott nekik a vásárlási idősáv. A járvány kezdete óta ők maguk is bevezettek több hasonló szigorítást. Mi eleve az oficinába, tehát a gyógyszertár eladó részébe egy, maximum két embert engedünk be, mióta a Covid-járvány van, tehát tényleg nagyon vigyázunk arra, hogy ne fertőzzék egymást meg az emberek. Esztergomban is betartották a kedden életbe lépett szabályt. Ez a nő úgy tervezi, hogy csak a kijelölt idősávban vásárol majd. Ez elsősorban nekünk öregeknek fontos, úgyhogy ha a fiatalok olyan rendesek, hogy tényleg hagyják nekünk ezt az időzónát, akkor nyilván nem máskor fogok lemenni, hanem ilyenkor. Az idősáv nem ismeretlen a boltoknak, hiszen már a járvány első hullámában is volt hasonló. Akkor azonban 3 órás volt az idősáv. Mi annak idején javasoltuk és kértük, hogy amennyiben ez lehetséges és erre legközelebb szükség lesz egy ilyen típusú intézkedésre, akkor ez 2 órára legyen leszűkítve. Ez most köszönettel így történt, és reméljük, hogy ez az intézkedés segíti nagyban, hozzájárul a járvány görbének alaposításához. Ennél az élelmiszerláncnál is felkészültek a korlátozásokra. Voltak itt, figyelmeztetni kellett a szabályokra. És ahol biztonsági őrök vannak, ott nyilván ők látják el ezt a feladatot, egyéb más üzleteinkben pedig az eladó kollégák. Egyelőre nem volt probléma ezzel, de ahogy említettem, többeket figyelmeztetni kellett arra, hogy csak 65 év felettiek léphetnek be 9 és 11 óra között az élelmiszerüzletekbe. Az idősáv szabályainak betartása most is az üzletek feladata. Ha valaki a felszólítás ellenére is megszegi a korlátozásokat, rendőrt kell hívni. A jogsértő szemét fel kell szólítani az üzlet elhagyására, és amennyiben ennek a személy nem tesz eleget, abban az esetben intézkedni kell a hívásfogadó központon keresztül a rendőrség értesítésére. Az idős korosztálynak a tagjai vannak leginkább veszélyben. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en azt mondta, nem korlátozni, hanem védeni szeretnék az időseket. Naponta majdhogy nem 100 vagy picit 100-at meghaladó létszámú embert veszítünk el a koronavírus járvány következtében, és ezeknek az elvesztett embereknek a tagjai zömében az idősebb betegséggel küzdő emberek közül kerülnek ki. Tehát az, hogy védjük az idős honfitársainkat, az nem csak az ő igényük, hanem mindannyiunknak közös feladata. Az országos tiszti főorvos pedig azt kérte, hogy az idősáv ellenére, aki teheti, ne menjen tömegbe. Az idősek védelme érdekében ők, ha lehetséges, akkor egyáltalán ne menjenek zsúfolt helyekre. Kérjék meg a hozzátartozóikat, ismerőseiket, hogy vásároljanak be helyettük, intézzék el a gyógyszereiket. Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy még nem tetőzött a járvány. A magyarországi települések 91%-ában van igazolt fertőzött.